Na sziasztok, Csámokas, elérkezett a Building to Glory következő része, az előző két részbeli gyengelkedésünket igyekszünk most már végre győzelemmel kijavítani. Megnézzük, hogy hogy áll a csapat. Rüffének lejárt a szerződés, szóval sajnos tőle meg is kell válnunk, és új kapus után kell néznünk, amiből szerencsére van egy pár darab, de egyiknek sincs olyan nagy összhangja, ezért kiválasztjuk a legjobbat. Valamint, miután rossz a fitness jó pár embernek, de nem akarok mindenkire fitness kártyát rakni, ezért inkább cserélgetek egy kicsit, hogy azért pihenjen egy pár ember. Konkrétan most egy játékos kivéve az egész csapatot kicseréltük, mindenki nagyjából a posztján van, egy embert kivéve ugye az itt a bal hátvéd posztján a belső hátvéd, de ez egy egész új csapat, megnézzük, hogy mit tudunk velük felmutatni. Meg is van első ellenfelünk, remélhetőleg bajnoki címet tudunk szerezni. Habár neki egy jó csapata van, már vannak aranyjátékosai, van pár linkje, Soriano, van nála Babacar, Andre Herrera, Balmont, Elgazi, Tete, és... a kapusán nem jut eszembe a neve, pedig tavaly használtam a Szent Patrik kupán, mindegy. Sinclair miért nem indult el, amikor mondtam, hogy indulj? De elindult Sinclair! Hát hogy a VR-ban indult volna ez? Sinclair! Sinclair! Kapufa! Nem hiszem el. Johnny Evans, persze, hogy még rossz helyre pattan. Ez nagyon nagy passz. Under Herrera, de szerencsére Herrera mellé lőtte ezt. Nehéz meccs lesz azért, nem azt mondom, mert ellenfélünk nem játszik rosszul, de ezt a Sinclair helyzetet előbb be kellett volna lőni. Martinez. Ó, de gyönyörűen forgatta be az emberét! És másodjára tudjuk csak rájönni, Westwood fogta meg a labdát. Gyönyörű. Tényleg szép, eddig tényleg gyönyörű. Agard, Sinclair. Zitzer. De nem jött, hogy ez ki sajnos a lövés. És Elgazi megindul. Elgazi pészem gyorsabb, mint ők. Gyorsan, mint bármelyik védőmnél. Ja, és aztán miután sprinteltem, ezért elküldött, de Elgazi szerencsére a bal lábával kihagyta a Zitzert. De vége az első földnek, 0-0 az eredményjelzőn. Egyelőre ennyit tud felmutatni a két csapat. Más nem nagyon. Volt mind a kettőnek pár lehetősége, de annyira azért nem horrorisztikus a meccs. Szerintem meg lehetne itt a bajnoki cím. Félek, hogy hazai pályán vagyunk, szóval igyekszünk azért ezt megszerezni. Balmond. És Evans rosszul lépett ki, és ez viszont baj, mert ott Soriano megindul. Soriano lesen sem volt. Soriano, Soriano Zitzerben, Soriano ellövi. Előtte Shearer mellett, és ebben 1-0-ra vezetnek. Ez nagyon nagy hiba volt, Evans nagyon rosszul lépett ki a védelemből. 1-0 az ellenfelünknek. Nem hiszem el, hogy ebben a részben se lesz meg a bajnoki cím, nagyon marcos leszek már. Agard, Westwood kezébe, egyenesen. Ez sem volt jobb most sajnos. És le kell védekezni, de nem tudjuk, Babacar 2-0, 68. perc. És egy lövés Shearernek kell védeni a 73. percben. Szép Evans szerelés. De végesen is az első mérkőzésünknek 2-0-ra kikaptunk. Nem teljesen érdemtelenül, de azért nem érdemeltünk szem vereséget. Nem gyengék vagyunk még. Nagyon gyengék vagyunk még. És ez egyre kínosabb lesz, hogy mi mindig nem tudunk nyerni a tizedosztályba. Csak két récskittel eddig. De nem sokára itt van végre az a coin. Annyi coin, hogy meglegyen egy pak. Aztán pedig csinálom majd egy... majd meglátjátok, hogy mire gondolok, de először még lejátszok az meccset, addig összedobom az új csapatot. Na itt az új nyerőtaktika, a két csatáros rendszer, Agarddal és Konéval, ugye a két futógéppel, valamint Cara Denis az új bemutatkozónk, és nagyjából... és még Reeves van, aki új, meg... Uludag, ők az a műak, akik most mutatkoznak be, de az is lehet még, hogy ők kettőjüket kicserélem Martinezre és Martinezre, ugye a Martinez spanokra. Innen pedig nagyjából mindenkinek jó már a fitnesse. Galiaját most nem érdekel.
És akkor nekiessünk a következő mérkőzésnek. Remélhetőleg most már tényleg tudunk győzni, most már az összhangunk is jó, a besorolásunk is jó. Nyerni kell. Maki Verem FCF, gyanús, hogy ez magyar, őnek is egy épülő csapata van, Hermannal, Coentrao-val, Pogba-val, Arbeloa-val, Berghuis-szal, és nagyjából őket ismerem. Egy 50-es összhang, 77-es besorolás, szóval besorolásom az rosszabb, mint az övé, de az összhangom az jobb. Szóval, ja, nézzük meg, mit tudunk alkotni. Végig szalomozik az emberek között, bepasszolja Agárdnak a résbe, Agárd üres területben van, Agárd visszahúzza, elfut mindenki, viszont nem sikerült befejezni a helyzetet. Ajajaj, ajajaj. Ne! Aj, le sem volt Berghuis. 12. percben megszerezték majdnem a vezetést, de Berghuis le sem volt. Koné indul, visszakapja Agártól. Koné, bal lábán volt, de nem sikerült befejezni az akciót. Ezt nem hiszem el, Einár beleér, mert bevetődött a semmiért, és vetődött egyet korán, és mikor gurult a földön, akkor eltalálta a labda. Koné, Reeves, most tényleg meg tudja szerezni a labdát, és Konére is tudja pördíteni oda. NDIA-é, be Konénak a védelem mögé, Koné viszont bal lábbal mellé lövi onnan az Ordozicert. Megint nálunk vannak lehetőségek. Berghuis fejelte rá, de fölé ment. Az eddig kiegyenlített meccs azért kezd picit az ő oldalára billenni. Koné, egy szóló. Koné, megint. Bal lábbal kapusba belelőtte, nem hiszem el. De vége is az első félidőnek, NDI labda érintésével ért véget. És... hát igen. Azért picit jobbak vagyunk, de igyekszünk ezt még jobban csinálni, hogy hátha meg lesz a győzelem. De szépen csinálta, és Zapata góljával 1-0-ra vezetnek, és innen nagyon nincs visszaút. Megint ők vezetnek, megint nem mi vezetünk természetesen. Hiába minden. Nem hiszem el, eldőlt a mérkőzés szerintem. Jobb, kész. És hát nem jobb, de ez van. Herman most éppen, nem most récig gyilkolta meg a játékosomat, de miután neki már volt egy sárga, őt kiállítják, de mondjuk 10 percre már mindegy is. Mi történt? Ja, felrúgtak, és már neki is volt egy vizéje, vagyis már második pirosnál járnak legalább. Igaz, hogy mi mindig nem látok sok esélyt, hogy 4 perc alatt lőjek 2-t. Agárd pedig... hát hagyjuk, nem tette bele a kifrit a szabad rúgásba. És Carvajal se érje. És vége a mérkőzésnek, hát ez borzasztóan ért véget. Ez a mérkőzés is. Ebben a részben se tudjuk kinyitni a pakkot természetesen. Nem maradt van hátra, mint megvárni a következő részt, ahol talán megszerzem a bajnoki címet, de hát ez... erre ne vegyetek mérget, mert bomba formával lévő srác van itt most. Meg is nézem, szerintem 3 vereség van itt. Így van. De... na mindegy. Hagyjuk inkább. Nem tudom, mi van. Hogyha tetszett nektek ez a videó, dobjatok egy lájkot, hogyha ne dobjatok egy diszlájkot, írjátok le a komment szekcióban, hogy miért tetszett, vagy éppen miért nem tetszett. És remélem a következő részben már átállunk a győzelem útjára. Na, én akkor Csanád voltam. Sziasztok!